Roskadoznak a sok termés alatt a paprika és a paradicsom tövek a noszaik kis tormagazdaságban. A fóliás termesztéssel egész évben tudnak friss árut kínálni. A minőségi követelményeket betartják, de ennek ellenére is áron alul vennék át a terményt a felvásárlók. Szabadkán és 20-25-30 dinári adják nagyba. Mi itt itt, ahogy számogattuk, hogy a fóliás paradicsomot 30-35 dinárért nem igazán ír meg elanni, leszettük, beraktuk hűtőbe egy párunk egy hetet, egy tíz napot, meglássuk, hogy hát valamelyre valamára az ára. A paprikának viszont másik évekhez képest nagyon jó ára van, kereslet is van rá, hát bízunk benne, hogy a későbbiekben és hogy az ősz folyamán is megmarad ez a jó ára neki. Horgoson és környékén nagy hagyománya van a fűszerpaprika termelésének. A minőségi termény előállításához sok feltételnek kell eleget tenni. Egyik ilyen a körültekintő növényvédelem. Oda kell figyelnünk a gyapottokba vagy leperajzására, annak második generációjának a rajzása várható most a következő időszakban, illetve nagyon fontos még a kálcium kijuttatása, hogy a növények ezt is megfelelő mennyiségben meg tudják kapni, és elmaradjanak a másik évben jelentkező csúcsodhatások és egyéb kálciumhiányból kialakuló betegségek, és ugyebár erre jön még rá aztán a kálium a vegetáció legvégén. Az ipari és a fóliás növénytermesztésben is egyaránt fontos a folyamatos öntözés. Ami ugyan növeli a kiadásokat, de ha kedvező áron lehet értékesíteni a terményt, a beruházás a minőséget is növeli, mondják a gazdák.